És már itt is van a stúdióban Springer Marci és Vitáris Iván. Hello, sziasztok. Először is gratulálunk a dokumentumfilm, ez nagyon sok aktualitással készültetek, nagyon sok mindenről lehetne most veletek beszélni. Kezdjük onnan, hogy ugye van a dokumentumfilm, és kezdjük a zenekar alapításánál, és elméletileg te írtál Iván egy naplót. Gyakorlatilag is, igen. Tehát gyakorlatilag, és ez most milyen érzés eltölt el, hogy napló után most egy dokumentumfilm? Azon... Visszaolvasgatod ezeket a gondolatokat. Egy ilyen volt, azt mondják, hogy milyen érzés? Nekem az volt benne amúgy kicsit fura, hogy ilyen tudatosan úgy írtam, hogy azért ezt majd valaki egyszer felfedezze. Nem az volt, hogy ilyen nagyon lazán beleírom, hogy önbizalommal. Ma fájta hasam. Hiszen le is írtad azt, hogy ti tudatosan ilyen szupersztároknak készültetek. Hát igen, és olyan furcsán is hangzott ezt visszaosni, de nagyon sok olyan dolog van amúgy benne, ami meg nagyon őszinte. Tehát az ott a üzébe is elhangzik szerintem a dokumentumfilmben. Nem mindent vágtunk amúgy bele, de ott voltam, hogy például írtam, hogy Simi nem hajlandó járni próbákra, ez hihetetlen, miért csinálja ezt? Ilyen a dobosom, ilyen dumák, és akkor utána következő meg az, hogy zseniális, olyan grúvokat pakol a dalok alá, hogy nem hiszed el, meg tehát, hogy így van ilyen egy ilyen teljesen valós alapja, és meg vannak ezek az ilyen elemzőbb, ilyen érezhetően én is úgy írtam le, hogy na ezt majd, ha egyszer valaki elolvas, akkor kb. Ilyen biográfia szerű legyen. De már nem írom amúgy, tehát utolsó bejegyzés, azt szerintem ilyen 4-5 éve lehetett. Marci, te akkoriban még nem voltál a zenekar tagja 10 évvel ezelőtt, viszont a dokumentumfilmben megszólalsz. Milyennek láttad a zenekart külső szemlélőként akkoriban? Akkor voltam gimnazista amúgy, és nagyon-nagyon meghatározó volt nekünk az Iván and the Parazol. Kicsit az agyára is mentem amúgy a barátaimnak, mert mindig Parazolt hallgattam, meg Parazol koncertekre kellett járni. De igazából ezt követően eléggé hamar jóban is lettem velük, szóval így direkt így odaalvászkodtam a közelükbe. Elég erőteljesen most meg már, hát igen, hogy már zenekari tag lettél. Új barátokat kell gyűjteni, mert megutálták ugye az eredeti barátaimnak, mert állandóan ezt hallgattam. Valahol nagy gyűjtök embereket, akik elviselnek. Csak ezek maradtak, akik csinálják ezt a zenét Magyarországon. És hogy gondolod, Steven, ez egyébként ez egy szuper dolog, hogy naplót írsz. Tehát nagyon kevés ember mondhatja ezt szerintem el. De most magáról. Már nem, már tudom, hát, nem. Tudom, de 4-5 éve nem, de hát csak így a kezdésként naplót írsz. Amúgy Iván mai napig egy kis füzettel járja a világot, mindig nála van, és azért gondolatokat levet bele. De most mondjam egy gondolatot, mit írsz egy nap be? Volt egy furcsa interjúnk ma este. Ott volt egy fiú, ilyen mellényben volt. Nem is értem, miért vagyok itt. Furcsa dolgokat kérdezett. Köszönöm szépen. Nem a zenekar, bocsánat, csak egy mondat tényleg, hogy a zenekar elején ezek nagyon értékes dolgok voltak, mert mi is úgy, meg én is úgy éreztem, hogy bennünk volt egy olyan erős drive, hogy éreztük azt, hogy most mi nagyon alkotni fogunk, mi most nagyon ki akarjuk mondani a dolgainkat, és nagyon olyat akarunk csinálni, ami még nem volt, vagy nem tudom, és akkor rémesen idegesített, nem tudom, hogy ez vagy ahhoz hasonlítják. Tudod, ezek az ilyen alapvető terhek, amik így rögtön ránk kerültek, és valahogy a naplóírás is ennek egy ilyen kicsit terápiás formája volt szerintem, hogy ezeket így letted magadról. Rengeteg ilyen konfliktus is le van benne írva, amik szerintem így mentek ki belőlünk, vagy belőlem is. Ti szeretitek azért ezeket az összművészeti kapcsolódásokat, vagy a különféle művészeteket összekapcsolni, ugye most itt összekapcsoltatok a zenét a filmmel, a dokumentumfilmmel, de korábban megjelent a Budai Novellák című kötetetek, ott pedig ugye a zenét összekapcsoltátok az irodalommal. Milyen érdekes megfejtéseket olvastatok ebben a kötetben, ugyebár a Budai Pop című lemezetek dalaihoz írtak kortárs szerzők különféle szövegeket? Hát itt szerintem leginkább az az érdekes, hogy egy dalszöveget hányféleképpen lehet értelmezni. Ez szerintem ránk, vagy Ivánnak, Máténak a szövegeire különösen igaz, hogy ilyen több értelmű, és emiatt szerintem elég sok ember tud bele rezonálni. Szerintem ez volt a legérdekesebb amúgy ebben, hogy minden művész, minden irodalmár igazából olyat írt bele, ami kicsit más szálakat pendített meg. Hamarosan új dal érkezik, Polarizmus címmel. Mit lehet erről tudni? 7 perces. 7 perces lesz a szám? Úgyhogy ebben a műsorban nem is férne bele. Részletet le tudunk adni, úgyhogy majd várunk benneteket. Nagyon-nagyon-nagyon hosszú dal. De mit mondanál róla egy szóban? Jó. Jó. Gondoltam. Szerintem nagyon szokatlan lesz. Nagyon sok szempontból. Egy olyan
zenei útnak az egyik stációja, amin szerintem most a zenekar újra ahhoz az erőhöz került vissza, amiről a legelején beszéltünk, a napló meg az első lemez kapcsán, és ebben a felállásban, így, hogy most vagyunk, ebben most újra azt érzem, hogy most lehet, hogy megint kéne naplót írni. De tényleg. Nem tudom, hogy úgy jelentem egy rosszat. Hát mást elkezdi az, hogy volt egy furcsa fiú, meg egy De hát újdonság hátán tényleg nálatok, hiszen ugye elindítottatok egy podcast sorozatot, aminek egy élő epizódját is felveszitek majd december 9-én, azt hiszem ez igen, a dátum. B32-ben. Igen, ez a Budai Popcast Live lesz. Miről fogtok ott beszélgetni? Szerintem ugyanilyen lazán, mint most itt dumálunk veletek általában. Ez a Siminek, a dobosunknak a házában, ott a nappaliában szokott történni, és akkor Mátéval Sprinyóval ott ülünk és dumálgatunk, és ennyi. De most lesz közönség. Igen, és ez a zenekar lemezeinek az összes dalán megy végig, tehát az a tematika, hogy mindig a dalcím, az éppen aktuális dalcím a címe a podcast epizódnak is, de itt azért nyilván aktualitás, akkor is mindig szó van, hogyha valami történik velünk, egy koncert, egy turné, vagy valami, akkor nyilván belefűzzük. Ezért nagyon izgalmas helyeken vettünk fel eddig podcast. Tehát a repülőtér igen, volt. Igen, csak a nappaliban, igen. Tehát amúgy azt hiszem valahol Hollandiában egy reptéren is rögzítettünk már podcast adást, úgyhogy... És hát a nappaliból 2023-ban egy európai turnéra is mentek. Én ezzel szeretném megköszönni nektek az interjút. Nagyon sok minden ez most felszívjük, és annyi hír lesz, gyerekek, hogy nem fel tudok bírni. De hát akkor majd várjuk vissza ezeket a részleteket tőletek. Jó, meg az új dalt is. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Nagyon köszi.